A Mars téren tartják a civil piacot, amelyre a legutóbb már olyan sok volt a jelentkező szervezet, hogy nem is tudtak mindegyiknek helyet adni a terület fizikai korlátai miatt. Első évben 20, még tavaly már 30-nál is több szervezet jelent meg a civil piacon. Az érdeklődők is egyre többen vannak. Nagyon sokan látogattak oda a standokhoz, interaktív foglalkozásokba bevonódva, beszélgetésbe elegyedtek a munkatársakkal, önkéntesekkel, úgyhogy emelkedett az érdeklődőknek a létszáma a szervezeteknél, illetve vannak olyan közös együttműködések, civil szervezetek között, amik ott a civil piaci megmozdulás kapcsán szövődtek, és azóta már működnek, megvalósultak. A legtöbb civil szervezet oktatási, kulturális, sport vagy szabadidős tevékenységet szervez, illetve valamilyen szempontból rászorulókat, elesett embereket támogat. Szegeden és közvetlen környékén a számuk összesen 2000 körül lehet, de a pontos adatot a szervezetek egy részének időszakos működése miatt nehéz megmondani. Egyesületből van több, alapítványból kevesebb. Számukra rendszeres nyári bemutatkozási lehetőség a Szegedi Ifjúsági Napok rendezvénye, amelyen külön civil falu áll a rendelkezésükre. A szervezők ösztönzik a közönséget a civilek látogatására. Volt olyan, aki már visszatérő, tehát keresett minket, és ugye a civil útlevél az évek óta van, ami arra ösztönzi a fesztiválozókat, hogy pecsétek gyűjtésével, sorsoláson vehessenek részt. A tavalyi évben is nagyon sok útlevelet kaptunk vissza. Egyébként ehhez sok pecsétet kell gyűjteni, tehát hogyha valaki szeretné bedobni, úgyhogy azért is tartom pozitívnak azt, hogy nagyon sokan visszahozták, hiszen ez azt jelenti, hogy körbejárták a civil falut. A civil piacot idén is megtartják, és civil falu is lesz a nyáron a színen. Már mindkét rendezvény előkészületei folynak.